Fergeteges bulit rendezett Fenyő Miklós és csapata az Icsi színpadon pénteken. Egy olyan koncertet láthattunk és hallhattunk, ahol a közönség végig társ volt, dalban, táncban. Mondhatjuk, hogy több ezren lubickoltak a nézőtéren az ízig-vérig Fenyő Mikis rock'n'roll varázsban. A magyar ikon, aki idestova 56 éve varázsolja el a műfaj barátait, ezúttal is kitett magáért. A rock'n'roll királyaként csapatával felejthetetlen estével ajándékozta meg a királyi napok vendégeit a királyok városában. A helyzet az, hogy ezt nem lehet gondolni. Ehhez jósnak kéne lenni, és vagy az embernek felfedezni saját magában a jós tehetséget. Nem biztos, hogy én felfedeztem magamban. Azt tudtam, hogy ez egy örök elkötelezettség, és az idők végezetéig a lelkemben ez ott van. Tehát nem tűnik el, ez mozgat engem, ez egyébként a mindennapjaimat is meghatározza, ez már egy kicsit nyilvánvalóan a filozofikusabb része a válaszomnak. De mégis, igen. Tehát meghatározza az embernek az én tudatát, vagy az egóját, vagy a önmaga alkotta önképét. 21. alkalommal adták át a Szent István emlékérmés díjat. A város legrangosabb civil elismerését 2024-ben Bicó Piroska régész vehette át, a keresztény értékeket hitelesen képviselő, lelkiismeretesen és magas szakmaisággal végzett munkásságáért, és Székesfehérvár történelmi múltja, különösen a királyi bazilika régészeti leleteinek kutatása során végzett kiemelkedő tudományos tevékenységért. Kralovánszki Alántól örököltem a bazilika kutatását, tehát készülni soha nem készültem erre, de amikor megismertem ezt a területet és a munkát, akkor észrevettem a vele járó felelősséget is, és hát próbáltam mindig ennek megfelelni. A királynapok utolsó 4 napjára középkori jelmezbe bújik a város apraja nagyja Székesfehérváron. Szombaton a lovagok napján vásári forgatag, lovagi torna és udvari borond vetélkedő is várja a belvárosba érkezőket. Viadal meneten és lovagi mustrán is részt vettek a kilátogatók, mielőtt a városrészek hős lovagjai összemérték erejüket és ügyességüket. Ugyanakkor a városház téren a Mesterségek utcájában csizmadia, kovácsmester, ötvös, gerencsér, bronzműves, üvegműves és üveggyöngy készítő, valamint nemezes mester és fazekas is tartott bemutatót a pornépnek. A játékos kedvűeket, akik nem rettentek vissza a kihívásoktól sem, a városház téren rusztikus középkori mókák és történeti játékapróságok hada várta. Már információs tábla is hirdeti a csónakázótó partján, hogy került az óriási vasmacska Székesfehérvárra 40 évvel ezelőtt. Finn testvérvárosunkból, Kemiből érkeztek szombaton vendégek a városba, hogy felavassák azt. Az információs táblát a Sampó székesfehérvári Finn barátok köre kezdeményezésére készítette a fehérvári önkormányzat. Az avató ünnepségen a Finn nagykövetség miniszter tanácsosa a két nép közötti szoros kapcsolatot, míg Kemi város közgyűlésének alelnöke a Kemi és Fehérvár között több évtizede ápolt testvérvárosi kapcsolatot méltatta az avatón, melyet a mostani ünnepség csak megerősített. Mä sanoisin, että kaikista eniten sen... A horgony nagyon találó jelkép, a biztonságot sugározza, mely emlékeztet a két város barátságára, mely minden viszontagságon túlmutat.